Az elmúlt években így köszöntöttük a donorokat a Véradók napja alkalmából. Stúdiónkba szerveztük a sportolókat, ismert embereket, hogy segítsünk népszerűsíteni a donációt. A járványhelyzet miatt idén elmaradt a műsor, a véradást azonban megszervezte a Vöröskereszt megyei szervezete, sőt egy különleges díjat is átadtak az eseményen. A Magyar Vöröskereszt országos vezetősége a Szolnok TV ZRT részére 2020-ban az év média támogatója címet adományozza. Ezt az elismerést a több éve tartó, a Vöröskereszt tevékenységét bemutató elkötelezett hozzáállásért ítélte oda országos vezetőség. A díjat a Szolnok Televízió cégvezetője és korábbi vezérigazgatója vette át. Az országos elismerésről szóló oklevél és az üvegplakett jelképezi a helyi médium támogató hozzáállását, hangzott el a méltatásban. Egy helyi médiának értékeket kell képviselni, és ez az egyik legfontosabb érték, hogy segítsünk. Hála Istennek nem csak abban segítettünk, hogy tudósítottunk, hanem a televízióban nagyon sokan vannak, akik vért adnak egy részben, más részben pedig véradásokat is szerveztek. A stúdióba szervezett véradások különleges alkalmat teremtettek, felhívták a figyelmet a donációra, mindemellett pedig, ahogy eddig is, ezután is rendszeresen népszerűsítjük a jótékonysági akciókat. Szerettük volna megköszönni azt a idestova 10 éve tartó munkát, amellyel a Szolnok TV nyilvánosságot biztosít a vöröskeresztes tevékenységeknek, tudósítanak a véradásainkról, a különböző elsősegélynyújtó versenyekről, rendezvényekről, eseményekről. A díj átvétele után 69. véradása közben kérdeztük Pogány Attilát, akinek vezetése alatt elindult a misszió. Fontos a társadalmi szerepvállalás, és ez vonatkozik a Szolnok Televízió életére is, munkásságára is. Aktív véradóként is úgy gondoltam, hogy támogatni kell ezt a mozgalmat, illetve fontos volt, hogy minden olyan vöröskeresztes rendezvényről beszámoljunk, ami szintén meg tudja mozgatni az embereket. Ennek a munkának volt egy kiemelkedő eseménysorozata, amikor egy ötletből megvalósult a véradás. Bár a járványhelyzet miatt idén korlátozottak a lehetőségek, a meghirdetett véradásokon mindig van, aki karját nyújtja embertársai megsegítésére. Mi pedig továbbra is támogatjuk az akciók népszerűsítését.